Köszöntöm nézőinket, friss híreket hoztunk ma is, lássuk melyek a fontosabbak. Ismét vendégeket fogadtunk stúdiónkban, most a Fogarasi Mihály Általános Iskolából érkezett egy osztály hozzánk. Meghosszabbítja a kormány az energiaárak növekedésének kompenzálásáról szóló jogszabályt. Győzelemmel kezdett a gyergyói hokiklub az Erste Liga elődöntőjében, Szilassi Gárdája ráadásban múlta felül az FTC Telekom együttesét. Ismét vendégeket fogadtunk stúdiumban, most a Fogarasi Mihály Általános Iskolából érkezett egy harmadik osztály hozzánk. Kíváncsi, bevállalós gyerekekkel töltöttük a tegnap délelőttöt. Olvasással összegyűjtött pontokat váltottak élményre a Fogarasi Mihály Általános Iskola harmadik B osztályának tanulói. Stúdiónkat látogatták meg egy tanóra helyett, hogy bepillantsanak a mindennapi munkánkba. Igen érdeklődőek voltak, szívesen kipróbálták magukat a kamerák mögött és előtt is. Mint mindig, most is nagy sikert aratott a súgógép bemutatása, és aztán a napszemle bemondójaként próbálták ki magukat a gyerekek. Köszöntöm a nézőket! A Fogarasi Mihály Általános Iskola diákja vagyok. Kíváncsiak voltunk a Gyergyó TV-re. Azért jöttünk el az osztályra. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Köszöntöm a nézőket! A Fogarasi Mihály Általános Iskola diákja vagyok. Kíváncsiak voltunk a Gyergyó TV-re. Ezért jöttünk el az osztályra. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! A Társalgó című műsorunk díszletét is birtokba vették a tanulók. Volt, aki műsorvezetőként, mások meghívottként vettek részt a beszélgetésekben. Könnyedebb és egész komoly témákat boncolgattak a gyerekek. Jó estét kívánok! Jó estét nektek, és máma a vendégeim Lőrinc Anna és Dóri lesz. Hölgyeim, mit gondolnak a háborúról? Hogy a háború jött, és elment egyből a koronavírus. Szerintem értelmetlen. Köszöntjük a nézőket! Itt a sportról fogunk beszélgetni. Elfelejtettem mondani, hogy van két meghívottam. Az egyik Bajkó Tamás, a másik Novák Gedeon. Sportról fogunk beszélgetni, ahogy már említettem. Szerintetek milyen a sport? Nagyon jó. Igen. Jó, lehet mozogni. Hát szerintem azért jó, mert hogyha csapatban játszol, akkor tudsz több barátot szerezni, és tudsz csapatban dolgozni. És mit gondolnak arról, hogy nagyon sok a házi feladat? Hát, amelyik nap ilyen, hát nincsen például román vagy matek óra, vagy valamilyen ilyen fő tandár, kiesik, aznap kevesebb van, de melyik nap minden meg van tartva, aznap kicsit több van, igen. És arról mit gondolnak, hogy a gyerekek vannak egy másik gyereket, és őt kicsúfolják? Hát akkor az nagyon-nagyon rossz, és máskor azt kell csinálni, hogy nem kicsúfolni, hanem szépen beszélni mással, és ezt is segíteni őt. Arról beszélgettünk, hogy mikor hazamennek az iskolába délután. Mit gondoltok, hogy mit szoktatok csinálni? Hát én hazamegyek, egyszer ebédelek, és azután neki fogok a házi feladatnak, és testvérem, hogyha kijön az udvar, akkor kimegyünk fogócskázni. Én amikor hazamegyek, ebédelek, megírom a házit, és játszok a kicsi testvéremmel. És hogyha lerombolnák az iskolát, önök mit csinálnának? Hát akkor boldogok lennék. A gyerekeknek az is nagy élményt jelentett, hogy láthatták a róluk készült felvételeket, s hallhatták a felvett hangjukat. Reméljük, jól érezték magukat nálunk. Sok vicces pillanatnak lehettünk részesei. Köszönjük a jó hangulatot!
Petres Sándort nevezte ki szerdán a kormány Hargita megye prefektusává. Az RMDS által jelölt tisztviselő korábban a megye alprefektusaként tevékenykedett, helyére Isabella Prodant nevezték ki. Petres a Pennel és Máriusz Cepelus alprefektussal együtt vezette a prefektusi hivatalt 2021. szeptembere óta, amikor többek között a pluszos Szabó Zsoltot is leváltotta a miniszterelnök annak okán, hogy az USZERE Plusz szövetség kilépett a kormányból. A prefektusi tisztségek újraosztása 2021. decemberében történt az új koalíció pártjai között, már akkor elvi egyezség volt arról, hogy az RMDS jelölheti Hargita megye prefektusát. Ezen a héten várhatóan elfogadja a kormány az energiaárak korlátozásáról és a növekedésük kompenzálásáról szóló április 1-től egy éven át érvényes intézkedéseket, az üzemanyag árának kérdésében is beavatkozásra készülnek. Az elmúlt 5 hónapban az állam az energiaárak kompenzálásával és befagyasztásával olyan döntést hozott, ami a fogyasztók megsegítéséről szólt. Április 1-től tervezik, hogy meghosszabbítják ezeket az intézkedéseket. Már az ősszel elkezdődtek a problémák, ami az energiaárakat illeti, nem csak Romániában sajnos, hanem ez egy összetett kérdés, és egész Európa szintjére, világ szintjére kihatott. És akkor azt mondtuk, hogy egyelőre a téli hónapokat átvészelendő, tehát ami november, december, január, február, március, ezt az 5 hónapot próbáltuk meg valamilyen formába a lakosságot megsegíteni abban, hogy az energiát, a szükséges energiát kifizesse. De úgy néz ki, hogy a problémák akutizálódnak, ugye, és nem szeretnék itt most belemenni a részletekbe, hogy milyen dolgok miatt, de látjuk, hogy egyáltalán nem arra mutatnak a jelek, hogy az energiának az ára csökkenni fog. Így komolyan azon gondolkozunk, hogy április 1-től egészen évvégéig ezeket az árakat ugyanígy befagyasszuk. Ez rengeteg pénzébe kerül az országnak, hiszen gyakorlatilag plafonálásról beszélünk, de ezt a különbözetet az ország a költségvetésből fogja kifizetni a szállító, a termelő cégeknek, illetve a szolgáltatóknak, tehát nem annyira plafonált ez, ahogy elképzeljük, hogy nem adhatják egyre drágábban. Drágán adják, tehát a normális áron adják, viszont az embereknek az állam a törvényeken keresztül megszab egy bizonyos szintet, amelyik fölött a különbözetet azt a kormány kell, hogy kifizesse majd a saját költségvetéséből. Indirekt módon azért ez is az embereknek a zsebéből megy, de megpróbálunk így enyhíteni valamilyen formába az embereknek a nehézségein. Az üzemanyagárak is rohamosan emelkednek az utóbbi időben, ezen a téren is beavatkozásra készülnek. Egyetlen lehetőség itt is az, hogyha a bizonyos adóilletékekből valamelyik részéről az állam lemond. Tehát gyakorlatilag terhet vállal az energiaárnak a növekedéséből. Románia hajlandó is lett volna erre, közel 1-1-20-ban itt vállalt volna be az adók illetékekből. Azt mondta, hogy egy ideig erről lemond, annak érdekében, hogy az energiának, az üzemanyagnak az ára csökkenjen. Na most már itt az Unió beleszólt egy picit, és most zajlanak a tárgyalások az Európai Bizottság és a Románia kormánya között, hogy megengedi-e az Unió, hogy ezeket a járulékokat csökkentse, mert gyakorlatilag, hogyha ezt az 1-20-ban itt az állam nem gyűjti be a vásárlóktól az üzemanyag árán keresztül, akkor az ajánlott európai szint alá kerül, ami a megadóztatását illeti az üzemanyagnak, és ezt nem igazán akarja értékelni Brüsszel, még akkor is, hogyha egy meghatározott időről van szó. A napokban ez a kérdés eldől, hogyha végül Brüsszel a beleegyezését megadja, akkor én az információm szerint a kormány hajlik arra, hogy ezt az 1-20-bani csökkentést ezt megejtse, amelyik minden literenkénti üzemanyagnál gyakorlatilag meg kellene látszódjon a végső árban. A havonta legtöbb 100 kWh elektromos energiát elhasználók április 1-től 68-ban itt fognak fizetni kWh-ránként az áramért, 100 és 300 kWh közötti fogyasztás esetén pedig 80-ban itt. A földgázért 31-ban itt kell majd fizetniük kWh-ránként a háztartási fogyasztóknak.
a nagyfogyasztók kivételével, amelyek külön állami támogatásban részesülnek majd, minden romániai vállalat számára a villamos energia ára egységesen egy lej, a gázé pedig 37 bani lesz kilovattóránként. Tavaly 837.700 külföldi látogatót szállásoltak el a romániai kereskedelmi szálláshelyeken. A külföldi turisták összesen 1,97 milliárd lejt költöttek el az országban, ami személyenként átlagban 2352 lejt jelent, derül ki az Országos Statisztikai Intézet kimutatásából. A 2021 folyamán Romániába látogatott külföldiek közül a legtöbben 53,1%-uk üzleti célból érkezett az országba. Az ő költségeik tették ki a külföldi turisták összköltségeinek 55,7%-át, a tavaly Romániába érkezett turisták 46,9%-a magáncélból érkezett az országba, az ő kiadásaik az összköltségek 44,3%-át adták. Marosvásárhelyi látogatása során Lázár János anyaországi politikus az RMDS Maros megyei önkormányzati vezetőivel és képviselőivel találkozott. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a magyarországi politikusok feladata, hogy mindent megtegyenek azért, hogy a határon túli magyarság is boldoguljon. Nem azért jöttem, hogy megmondjam, mi a jó és mi a teendőjük az itt élő magyaroknak. Azért vagyok itt Marosvásárhelyen, hogy minden segítséget megadjak a megye és a város számára annak érdekében, hogy a magyar és a román állampolgárok is jól érezzék magukat, fogalmazott Marosvásárhelyi látogatása alkalmából Lázár János magyarországgyűlési képviselő. Maros megye abban a különösen felelősségteljes helyzetben van, hogy a megyét és a megyeszékhelyet is magyar megválasztott tisztségviselők vezetik, és olyan politikát kell folytatniuk, amely bebizonyítja, hogy a magyarokra mindig lehet számítani, a magyarokkal érdemes együttműködni, hangsúlyozta. A város és a megye vezetésének nagyon fontos feladata, hogy példát mutasson abból, hogy amikor egy magyar ember Romániában felelősséghez jut, politikai hatalomhoz jut, azt nem a saját javára, nem csak a saját közössége javára, hanem az ország javára és akár a román közösség javára is tudja használni. Tehát ha egy magyar hatalomhoz jut, hatalmat kap, akkor ez mindenkinek jó. Jó a magyarnak, és természetesen jó azoknak a román állampolgároknak is, akikkel közösen élünk és együttműködünk. Éppen ezért nagy felelősségük van abban is, hogy az egész magyar nemzet egy csapatként működjön. Közös fejlesztéseket, közös célokat valósítsanak meg. Lázár János kiemelte, hogy osztoznunk kell a szomszédunkban zajló háborús helyzetben is, hiszen úgy az ukrajnai magyarok, mint a románok veszélyben vannak, és közösen kell gondoskodnunk arról, hogy mindannyian biztonságban legyenek. Közös felelősségként említette a romániai népszámláláson való részvételt is, ezért mindenkit arra biztatott, hogy éljen ezzel az állampolgári kötelességgel. A bolgár államfőt fogadta Klaus Johannis a Kotrocsenyi palotában. Az orosz-ukrán háború kapcsán a két államfő a Bulgária és Görögország közötti gázvezeték gyors üzembe helyezésének fontosságát hangsúlyozták az Oroszországtól való energiafüggőség csökkentése érdekében. Klaus Johannis és Rumen Radev bolgár államfő megvitatták az energiaforrások és a szállítási útvonalak diverzifikációjának szükségességét. Ez azért fontos, hogy kevésbé függjünk az orosz energiahordozóktól, hangsúlyozta sajtótájékoztatón a román államelnök. Am subliniat totodată importanța operaționalizării rapide. Kiemeltük a Bulgária és Görögország közötti gázvezeték gyors üzembehelyezésének fontosságát. Amint ez elkészül, rá lehet majd csatlakozni a már működő BRUA vezetékre, és ezzel működőképessé válhat ez a létfontosságú vertikális földgáz folyósó. Az ügy kapcsán Johannis elmondta, hogy már egyeztetett erről a görög miniszterelnökkel is, aki ígéretet tett arra, hogy az idei év végéig működőképessé válik a gázvezeték. Ez azt jelenti, hogy Románia Bulgárián keresztül jut majd hozzá a görög kikötőkbe érkező csepp folyosított gázhoz. Ezzel párhuzamosan Románia további alternatív gázellátási útvonalakat keres. 2022 őszén Romániának olyan életképes alternatívákkal kell rendelkeznie, amelyek biztosítják az ország gázellátását a következő télre, fogalmazott Klaus Johannis.
A szeptemberben Spanyolországban megrendezésre kerülő U19-es futszál Európa-bajnokságra való kijutásért harcol a számos székely játékost is a keretében tudó romániai ifi válogatott. Az ötös csoport összecsapásainak a marosvásárhelyi sportcsarnok ad otthont, ahol szerdán este Románia-Grúzia mérkőzést rendeztek. A vendégek már a mérkőzés elején 2 góllal húztak el, de ebből a hátrányból a szünetig fel tudott állni Robert Lupu együttese. A Székelyudvarhelynél játszó Csog és a Marosvásárhelyi Nagy találatával 2-2-es döntetlennel mentek pihenőre a csapatok. A második félidő felén túl egy öngóllal átvették a vezetést a hazaiak, s a mérkőzés végéig meg is őrizték előnyüket, 3-2-re nyerték meg a találkozót. A romániai válogatott másik selejtező mérkőzésére pénteken este 6:30-tól kerül sor, az ellenfél Szlovákia ifjúsági futszál válogatottja lesz. Nem is lehetne szebb kezdést elképzelni gyergyói szempontból, mint a szerda esti, ugyanis hosszabb kihagyás után a gyergyói hokiklubnak ismét sikerült bevennie a tüskecsarnokot, Szilasi legénysége hosszabbításban tudott felülkerekedni a házigazda FTC Telekom együttesén. A hangulatra igazán nem lehetett panasz a szerda esti Budapesten rendezett találkozón, hiszen több száz gyergyói szurkoló biztatta a pirosfehéreket az Erste Liga idei kiírásának első elődöntő mérkőzése során. Az már az első percekben kiderült, hogy mindkét fél az elvárt elszántsággal lépett jégre, s bár kevesebb, mint 2 perc elteltével már elsültek a kezek, nem kapura lövéseket, hanem Didió Mete és Nagy Gergő ökölcsatáját láthattuk. A kemény fizikai kontaktusok jellemezték továbbra is az első harmadot, s bár kisebb helyzetek mindkét oldalon alakultak, említést főként a játékrész közepén elcsattanó Fradi kapuvas érdemel. Remek lövés volt tényleg. A harmad végéhez közeledve 2-2 emberelőnybe kerültek a gyergyóiak, ami olyannyira meglepte a piros-fehér alakulatot, hogy mondhatni szinte nem is dolgoztak ki komolyabb helyzetet, így a szünetre maradt a gól nélküli döntetlen. A második játékrészre lényegesen visszafogottabb GHK és egy jobban nyomó FTC állt jégre, s csak a szerencsének volt köszönhető, hogy az igencsak akadozó gyergyói védelem kapott gól nélkül hozta le a harmadot. A harmadik játékrész elején is úgy tűnt, a Ferencváros akarja jobban a győzelmet, a gyergyóiak utolsó passzai valahogy nem találtak embert, s amennyiben sikerült a kapu elé érni, arany bravúros védései tartották a 0-0-ás állást. Az elődöntőhöz méltó taktikai harc és fegyelmezett játék hosszabbításba küldte a találkozót, ami nem tartott sokáig, ugyanis a ráadás 12. másodpercében egy nagyszerű császár Bodó összjáték után nem kis szerencsével a zöld-fehérek ketrecében landolt a pak. Többszöri videózás után a játékvezetők megadták a gólt, így a 4 győzelemig tartó párharc első találkozóját 1-0-ra nyerte a gyergyói hokiklub. Örülhetnek a vendégszurkolók, és hát végül egyetlen egy gól. A második találkozót szintén Budapesten rendezik ma, azaz csütörtökön este 19 órától. Az összecsapást az m4sport.hu oldalon lehet élőben követni, majd késő este az M4 Sport TV csatornán is visszanézhető lesz. A Gyergyó TV-n holnap a napszemle előtt nézhetik meg az elődöntő második összecsapását. Pedig nézzük még egyszer röviden a fontosabb témákat. Ismét vendégeket fogadtunk stúdiónkban, most a Fogarasi Mihály általános iskolából érkezett egy osztály hozzánk. Meghosszabbítja a kormány az energiaárak növekedésének kompenzálásáról szóló jogszabályt. Győzelemmel kezdett a gyergyói hokiklub az Erste Liga elődöntőjében, Szilasi gárdája ráadásban múlta felül az FTC Telekom együttesét. Fit percek következnek, most majd román nyelvi műsorunkat láthatják. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.